Pásztor István elmondta, hogy mivel Egeresi Sándorral régóta együtt dolgoznak, az átadás átvétel gesztus értékű, és bár folytatni kívánja elődje munkáját, azt jelzi, hogy egy új korszak kezdődik. A legsürgősebb feladata, hogy mielőbb megalakuljon az új tartományi kormány. Meg kell várni egy-két napot, hogy világos legyen, hogy Belgrádban mi fog történni, mert úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy ott átrendeződés alatt vannak a politikai viszonyok, és elképzelhető egy másfajta politikai összetételű kormány fog létrejönni, mint ami nagy valószínűséggel föltételezhető volt egészen az elmúlt pár napot figyelembe véve. Amikor ez világossá válik, akkor meg tudjuk alakítani mindenféleképpen a vajdasági kormányt. Egeresi Sándor kiemelte, hogy büszke a 4 évnyi házelnöki munkája során elért eredményekre, hiszen javult vajdaság szerbiai megítélése, elfogadták a statútumot, előrelépés történt az uniós integráció terén, és a biztonságpolitikai helyzet is jobb lett. Topolya község egyéni jelöltjeként a 7. tartományi képviselői mandátumát kezdi, és továbbra is ki fog állni a stratégiai céljai mellett. Ezzel szoktam én üzenni mindig azon politikai ellenfeleimnek, akik azt mondják, hogy aha, most téged leírtak, most egyszerűen kiégtél. El kell mondanom, hogy amíg nekem az én álláspontom mindig ez volt, hogy amíg én indulok a választásokon, persze a VMS színeiben, és amíg a topolya község polgárai megválasztanak, addig én nem kiégett politikus vagyok. Tehát azoknak ezt üzenem, véletlenül sem égtem ki, és még véletlenül sem akarok félreállni a politikában.